senki, magamtól jöttem én. Színezős vonattal keresztül hét megyén. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejted sokáig el, ha egyszer elmegyek. Sarka elkopott. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. De életem te lejtes sokáig el, ha egyszer eljövök. Nem érkezett hozzám képelt üzenet. Senki, hogy haloljak neked. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. De véletlen felejtett sokáig el, ha egyszer elmegyek. Megérdez tőlem, hogy meddig maradhatok, a játék véget előttem is titok. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, de vére nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Hívott senki, magamtól jöttem én. Színezős vonattal keresztül hét megyén. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Az foglalkoztat most, illetve foglalkoztatott az elmúlt, miután kiderült, hogy elvitték a klubunkat a fejünk fölött, hogy vajon hány éve is vagyunk itt. A emlékkönyvünket mindenki megnézheti itt a asztalon, amelyben fotók illusztrálják. A Vitálklub története 92-ben kezdődik, ahol már van egy fotó, és ez a Városközpontban, a Tiszti Klubban történt ez a felvétel. A Tiszti Klubból utána átmentünk az Ifjúsági Házba néhány évig. Az Ifjúsági Ház után pedig, most nem indokolok, jó, hogy miért van, csak hogy magát a történelmet körbeírnem, az Ifjúsági Ház után pedig a Nemes doktor, aki az egész klubunknak a másik atya, mert ketten kezdtük ezt a 90-es években. Ő javaslatára, vagy az ő közbenjárására kaptuk meg ezt a klubot. Most a kezemben tartom. Hogyha valaki ezt elolvasná, vagy elégedjünk meg ennyivel, hogy 2003-ban még nem tűnik fel, hogy a kórházklubban mi bármit is tettünk. 2004 évi tevékenységünk januárjában éves klubtalálkozó kórházklub. És azóta hány év telt el? Csak ennyit akartam.
estét, és ezt a kis egyveleget a számomból. Hát ahogy ugye azt számoltam, minden változik, de a dal az marad. Hát búcsú buli, de csak a helytől búcsúzunk, nem egymástól. Reméljük, hogy mielőbb meg fogjuk találni a helyünket, ahol próbálni fogunk tudni, és ahol ehhez hasonló rendezvényeket, természetesen nem ezzel a címmel és tartalommal, hogy búcsú buli, tehát hasonló rendezvényeket fogunk tudni tartani, és ugye tovább vinni a klubnak a szellemiségét. Lassan-lassan formálódik a mai estének a forgatókönyve. Ehhez kapcsolódóan csak egyetlen egy kérés, hogy a fellépő zenészek akár a fellépés előtt, vagy fellépésük után mondanának pár szót, gondolatot a klubról, esetleg a legkedvesebb, legaranyosabb történetüket megosztanák velünk, illetve ha bármiféle gondolat van a fejükben, azt nyugodtan el lehet mondani, hiszen picit azért rendhagyó ez a mai rendezvény. Itt ugye talán nem csak a zenére a főszerep, hanem picikét az emlékeké is. És akkor én kérném is a Jánosékat, Jánost és Feri bácsit. És miután elmentem 63 éves koromban nyugdíjba, még 10 évig Nagykörösön tanítottam, fuvola zenekart szerveztem, úgyhogy nagy örömmel. És 73-ban az igazgatónő közölte, hogy sajnos tovább nem tud alkalmazni, mert végsősorban még az egyetemi tanárokat is 70 éves korukba elküldik. Úgyhogy én nagyon boldog voltam. Utána nagyon elkeseredtem. Írtam is egy nagy verset, hogy szomorú vagyok ezért, azért, szomorú vagyok, mert nem zenélhetek. És akkor Jancsi februárban telefonált nekem, hogy van itt egy klub, itt lehetne játszani. És nagy örömmel azóta is 7 éve járok ide, és nagyon szívesen zenélek. Most már lassan 82 éves vagyok, leszek, de mindig szeretek fuvolázni, és szeretem a társaságot. Örültünk, hogy vidám, hogy megyünk tovább. Most meg a busoljunk egy kicsit.
biztosan ismeritek a Kledelmannak az angol. Fog nekünk játszani. Mielőtt belefogok, én annyit szeretnék mondani, hogy körülbelül 2 éve járok a gitárklubba eljárt ezzel, és a nagy élményem az volt, hogy én előtte utoljára fiatal koromban fogtam kezembe gitárt, mondjuk a 21 éves koromban utána, 21 éves koromban, és utána következett a 40 évi szünet úgy, hogy nem gitároztam egyáltalán, és nagy bátorság volt részemről, hogy a Deák Sanyi barátomnak az uncolásáról eljöttem ide a gitárklubba, és nagyon jól esett, hogy tudtam együtt hurikálni nagyon klassz emberekkel. Szólógitározni soha az életemben nem szólógitároztam, azt körülbelül azt is 2 éve próbálkozok sedózokkal, úgyhogy kérlek benneteket türelemmel hallgassátok. Thank you.
Összeállt a technikám, bár kedves barátaim egy picit a büfé környékére húzódtak, de ha megszólal a gitár, remélem egy kicsit majd több figyelmet is sikerül ezzel vonzanom. El kell, hogy mondjam, én is a Shadows-zal barátkozom körülbelül 50 éve. Ebben voltak kisebb-nagyobb kihagyások, de a zene szeretete folyamatában mindig tovább itt. Most is Shadows jellegű számokat játszom. Az első, ez egy olyan dal, amire már csak az ilyen hozzám hasonló, erősen őszülő hajú fiatal emberek emlékezhetnek. A zenekar nevét nem annyira tudtuk annak idején megegyezni, de most elmondom. Úgy hívták őket, hogy B, volt egy B betű, pont. Akkor le volt írva úgy, hogy Bumble, azaz B, Bumble and Stingers. Ilyen egyszerű kis magyaros nevük volt. Ők egy zongorára épülő zenét játszottak mindaddig, míg az elektromos gitár be nem tette a lábát a zenekarban, és akkor, ez a név már ismerős lesz, létrejött egy nagy sláger, bár az eredeti felvételen némi ének is van, de hát mi csak a gitárszólót játszottuk. János, ha ismerős ez a cím, hogy Nautilus, te is játszottad annó, nekem úgy rémlik. Megpróbálom ezt felidézni, gyártottam hozzá egy eléggé autentikus alapzenét, ugyanis ez a Nautilus, ugye, mint tudjuk, egy tenger alatt járó Verne könyvéből. Ehhez némi tenger, bugyborékolás, meg minden van az eredeti felvételen, megpróbáltam én is ezt előidézni. Na, ezek után lássuk az első számot, tehát a Nautilus.
ismerik, Sleep On. Zenekar volt, az egyik nagyon-nagyon híres csapat a Shadows mellett, a svéd Sputnik zenekar, a Sputnikok magyarul. Őnekik nem csak a nevük volt egy kicsit oroszos kötődésű, hanem orosz dalokat is dolgoztak fel időnként. Például a következő, így van, mint a Fekete Szemek, és volt egy pár, például, mint a következő álnév alatt, ez a Rocket Man alatt a Póliuska című közismert népdal lapul. Hát most megpróbálom ezt felidézni. Na, akkor jöhet a dob és a zene. Valindul. Thank you.
Mosókai Kobó számból készít, illetve Mosókai nem tudja még, de nyilván beszéltünk az imént a technikáról, hogy mennyire megjelent a zenében. Aztán egy kicsit a másik véglet lesz, egy szál akusztikus gitár és egy száj harmonika. Így is lehet szép zenéket játszani. Hát én szeretettel köszöntök mindenkit, és úgy érzem, hogy én már lassan tiszteletbeli klubtaggá váltam, bár szerettem volna klubtag lenni. Ugyanis az én barátom a Szecsődi Gyuri, aki itt ül jobb kézre. Aki nem is jön, Szecsődi. Ő csábított el, hogy jöjjek el, és rájöttem, milyen nagyszerű dolog így együtt játszani, de hát néha külön is kell. Úgyhogy mivel az alkalom szüli a tolvajt, én megpróbáltam egy olyan dalt hozni, ami a hontalanokról szól általában, tehát van egy-két vagabundóta is, egy hobódal, tudnivaló, hogy a hobók azok járják az országot, járják a világot, és nincs lakhelyük, nincs fekhelyük, nincs semmiük. Én erről szeretnék énekelni, hát a zenekarnak remélem csak lesz, mármint a klubnak, csak lesz helye majd, előbb-utóbb, úgyhogy ezt szeretném ezzel is kifejezni. Az első dalomat, mivel én a magamról egy kicsit annyit, aki még nem ismer, hogy én Dinyés Józsi barátja vagyok, és tőle nagyon sokat tanultam. Most egy olyan dalt fogok elénekelni, amit ő szokott énekelni, és az ő fordításában magyarul egy Bob Dylan dalt fogok eljátszani, szájhelflővel és gitárral. Fogadjátok szeretettel! Thank you.
Gyógyi fordítás, hogy Bóti Rendal. Most pedig az ígért hobó nótákat szeretném előadni. Ez nem köszönöm. Ebben nőttünk föl, ezzel reggeliztünk, ebédeltünk, vacsoráztunk, úgyhogy hallgassátok meg sok szeretettel. Thank you.
1-2.
együtt mindenki! Nem kell nekem, hogy válaszol. Nem kell nekem, hogy válaszol. Nem kell nekem, megírnod azt, hogy szeretél. Jó szórakozást mindenkinek! Köszönjük szépen az időt! Oké. Sok a bassz. Jó. Beleső.